Jó indítás, és itt nincs les. Balajti helyzetben megcsinálja a cselt visszafelé. Még egyet Balajti, és begurítja. Ez a Tavasas. A 19. percig kellett várni az első hazai találatra. És Balajti ezzel már 12 gólos a szezonban. Ott végső beragadt, Balajti nem volt lesen, elfektette aztán végsőt, és ez tényleg egy sakmat szituáció. Balajti nagyon higgadt tudott maradni, még az utolsó pillanatban is, így vezet a Vasas. Balajti Fecesin sprintel nagyot, és kap egy nagyszerű labdát, Fecesin fejjel maga elé teszi. Zicserben Fecesin 2-0. A Nyíregyháza támadott, és ebből a Vasas lőtt gólt. Megvan Fecesin 5. találata a Vasas színeiben. Balajti gyönyörűen bepöckölte, belöbbölte a védő közé, Fecesintől pedig nem lehet elvenni a labdát. Próbálta őt üldözni végső, de hát több száz NB1-es mérkőzés és több évnyi rutin volt Fecesin előnye, meg mondjuk egy fél méter, és ez elég is volt a gólhoz. Középen csak Fecesin. Jó bepassz, Fecesin nem tud lőni elsőre, másodszorra, igen, ez is bent van. 3-0. 10 percenként szerez egy gólt a Vasas. És Fecesin már 2 gólos a mai meccsen. Hát nagyon nagy különbség van a két csapat között a pályán. És ez valóban is megmutatkozik. Itt Pejovic nem tud felszabadítani, Fecesinnek pedig ez a kis tétovázás bőven elég ahhoz, hogy másodszorra már a hálóba találjon. Ásványi beleér, de a hárításra nincs esélye. Pejovic. Csillus kerülhet helyzetbe, ez nem volt 11-es, de a semmiből jut büntetőhöz a Nyíregyháza. Sárgalap pedig Terbének, szerintem nagyon jól látta egyébként Zám Zsolt ezt az esetet. De azért biztos, hogy biztos megnézzük még egyszer. Igen, itt Terbe a labdát nem találja el. Csillus elrúgja, Terbe meg elrúgja Csillust. Most már nincs Jova Levente, aki a büntetőket rúghatná. Vagyis van Jova Levente, csak a kapuban, nem a labda mögött. Ötös áll oda, hogy elvégezze a 11-est. Na hát ez is egy érdekes párharc lesz így. Jova nyilván azért ismeri ötvös szokásait. Nézzük, hogy mennyire jól. Ötös fut neki, és begurítja. Nagyon sokáig kivárt, Jova Levente nem mozdult el egyik irányba sem. És ezt meglátta ötös is, még pedig könnyedén, lazán be tudta gurítani a labdát a bal alsóba. Terbe beadja, Balajti gól, 4-1. A végére azért még tartogatott egy utolsó találatot a Vasas. Elvileg Balajti fog egyébként majd lejönni, és őt fogja váltani Kalmár, de Balajti azért még így búcsúként betalál és keretbe foglalja a mérkőzést, hiszen ő lőtte az első gólt, és várhatóan ő szerzi az utolsót is itt a meccsen. Szépen tette tovább Terbe, és Balajti pedig futtából belsővel lőtt a kapuba. Egy gyors akció, és egy remek befejezés.